A bűncselekmények rendkívül széles tárháza az egészen megváltozott az elmúlt években, évtizedekben. Ma már nem feltétlenül a betörőtől kell tartanunk, hanem sokkal inkább attól, hogy valaki az interneten keresztül nyúl, vagy jut hozzá adatainkhoz. Neled előfordult már, hogy kaptál olyan e-mailt, vagy bármit, amivel esetleg visszaélés áldozata lehettél volna, Robi? Lehettem volna. Pont két-három hete tudom, beszéltünk is az adásban erről a csomagküldő SMS-ről. De annyira gyanús volt, ezt ugye én említettem pont a lányomnak, hogy nem is rendeltem semmit, úgyhogy nem nyomtam rá, nem akartam megnyitni a linket. Úgyhogy ugyanilyen nagyon egyszerű módszerrel, kíváncsiságot felkeltve, most leginkább természetesen a hamis oltási ajánlat, ami a fókuszba kerül, de Balogh Turul kiberbiztonsági szakértő itt van velünk természetesen Skype-on keresztül, hol is máshol egy kiberbiztonsági szakértő. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szerintem a kedves nézőket! Milyen tartalommal és hogyan próbálják megtéveszteni a felhasználókat? Mit akarnak tőlünk kicsiholni, megtudni? Hát ezek a támadók gyakorlatilag nagyon sokféle információhoz hozzá akarnak jutni, kezdve attól, hogy a mi személyes adatainkat, akár a pénzügyi fizetési adatainkat is meg akarják szerezni. Egy nagyon jól érthető és lerajzolható ív alatt, hiszen ha visszatekintünk, akkor az elmúlt évben is azt lehetett látni, hogy a járványnak különböző szakaszai voltak, amikor elkezdett ugye terjedni a járvány, akkor ugye térképes alkalmazásokat böngészőn keresztül mindenki kíváncsi volt, hogy merre terjed, milyenek ezek a számok. Utána pedig onnantól kezdve, hogy oltásokról is elkezdtünk beszélgetni, és ezt ugye ellátási láncok tömkelege állítja elő, elkezdték megtámadni a hűtési hideg láncolatokat, és az elmúlt napok történése az, hogy az Egészségügyi Világszervezet nevének, vagy egy brit gyógyszergyártó cég munkatársának adja ki valaki magát, aki szeretne üzleti ajánlatot tenni további más cégeknek, hivatalos, nem hivatalos úton, itt van x darab adagoltás, ennyi pénzért, ilyen bitcoinos címre lehetne ezért fizetni. Azért azt majd beszéljük át, hogy mi kelthet gyanút mondjuk az átlag polgár számára, mert azt azért tudjuk, hogy a hírek közül az biztos 80-90%-ban mostanság mindenre rákattintunk, ami a COVID-19-el kapcsolatos, vakcinákkal kapcsolatos, és ugye állítólag nagyon sok ilyen megtévesztő e-mailt is kapunk, ugye? Igen, az iparági statisztikák azt mutatják, hogy tavaly évtől kezdve azért drasztikus mértékben nőttek az ilyen típusú adathalász levelek. Gyakorlatilag, amikor kapunk egy levelet, én mindig azt szoktam mondani, hogy tegyük hátra a kezünket és ne kattintsunk. Nézzük meg, hogy milyen szándékkal írták meg a levelet. Ki a feladó? Nézzük meg az e-mail címet karakterről karakterre, hogyha ez egy értelmezhető cím, vagy egy krikszkrasz, akkor az már teljesen más megítélés alá esik. Uh-huh. Hogyha mondjuk maga az országos tiszti főorvos ír nekünk egy levelet, azért fogjuk ugyanúgy, hogy nem biztos, hogy nekünk hajnali 2 órakor egy adott személy fog nekünk írni. Nézzük meg ezeknek a nyelvezetét, nézzük meg, hogyan fogalmaznak, mire akarnak minket rávenni. Például a legtöbb levelező alkalmazás böngésző már képes arra, hogyha van egy hivatkozás egy e-mailben, akkor kattintás nélkül csak fölé véve az egeret kimutatja, hogy milyen honlapra akar átvinni, hogy amikor ez egy hiteles oldalnak tűnő, akkor se kattintsunk, hanem nyissunk egy másik böngészőt, egy másik fület, és ott az adott szervezet hiteles oldalára menjünk fel, és próbáljuk meg így elkérni ezeket az információkat. Amúgy pedig, hogyha nagyon-nagyon értelmezhetetlen karakterláncot mutat a levelező alkalmazás, töröljük ki a levelet, tegyük tiltóra a feladót, hogy többet ne is kapjunk tőlük levelet. Felmerül az emberben az, hogy még talán egy asztali gépnél megteszi ezeket, de talán a leginkább akkor vagyunk kitéve veszélynek, amikor az okostelefonunkba érkezik egy hasonló e-mail, kapásból rányomunk, hiszen ott nincsen lehetőség arra, hogy másik fület nyitek, kicsit alaposabban körbenézek, hanem sokkal nagyobb a kitettségem, úgy érzem, de lehet, hogy rosszul, és talán kevesebb védőháló is van a telefonomban, mint mondjuk az asztali gépre van eleve telepítve. Ez valós ez a félelem, vagy pedig ez teljesen nem releváns, amit most mondtam? Meg tudom erősíteni, és oly annyira, még annyival tovább mennék, hogy az a helyzet, hogy az emberek a kibertérben, a digitális térben sokkal kevésbé gyanakvóak, mint a fizikai térben. Most nézzünk egy példát például, hogyha mondjuk valaki felénk szalad az utcán, egy fekete kapucni van rajta, nem halljuk nem látjuk az arcát, nem halljuk, hogy mit mond, de azt érezzük, hogy egy adott címre kéne nekünk bitcoint utalni, vagy ad egy borítékot, és tovább rohan. Nem láttuk, nem hallottuk.
mi a válaszunk erre? Ott valószínűleg sokkal erősebb immunreakciókat váltunk ki az utcán, és látjuk, hogy rosszat akar, nem ismerem, nem értettem, elfutott, nem hallgatok rá, viszont hogyha mondjuk egy telefonon keresztül kapunk egy ilyen elektronikus levelet, akkor nem vagyunk gyanakvóak, mert ugye ez a digitális immunrendszerünk még fejlesztésre szorul, tehát igenis meg kell tanulnunk nekünk is, ez egy macskaegér játék, a technológia viszonylag gyorsan robbant az ember életébe, és nem volt elég időnk, hogy ezt megtanuljuk, viszont most egy nagyon jó lehetőség van, hogy megedződjünk közösen. Na, az most egy fontos része volt a beszélgetésnek, hogy ugye elmondta azt, hogy hogyan legyünk óvatosak, hogy menjünk, nyissunk meg egy másik böngészőt, és tényleg ellenőrizzük, hogy az adott szervezet az most megkeresett minket, vagy sem. De ezek a csalók alapvetően most mit szeretnének tőlünk megkapni? Azért kérdezem ezt, mert nagyon sokszor, vagy mondhatjuk ez a legtöbbször, a bankkártya adatok, vagy pénz átutalásról van szó, tehát konkrétan ugye anyagi haszonszerzés áll a háttérben. Teljes mértékben ezek mind igazak, olyannyira, hogy például, hogyha mondjuk nem is csak a mi nevünk, lakcímünk, édesanyánk neve, személyi száma, bankkártya azonosítók kellenek, lehet, hogy csak a mi számítógép kapacitásunkat akarják arra használni, hogy valamilyen támadásokat indítsanak, hiszen össze tudnak fogni több tízezer, több millió eszközt, és azokról célzottan meg tudnak támadni gyógyszergyártó cégeket, vagy pedig mondjuk államigazgatási szerveket, és elérhetetlenné tesznek nagyon-nagyon kritikus szolgáltatásokat. Tehát ezért van minden felhasználónk szerepe ebben, hiába sokan mondják azt, hogy őt úgysem támadják, meg úgysem számít. Igenis, hogyha megtudnánk, hogy egy ilyen számítógépről mennyi műveletet lehet elvégezni egy másodperc alatt, ezt felszorozzuk sok-sok millióval, akkor már egy tényleg egy a kiberhadviselés újabb szintjére lépünk, és meg kell jegyezni, hogy ezek az információ morzsák, amik kiszivárognak rólunk, összeállnak a háttérben, és egy profilt alkotnak, és amikor mondjuk majd felhívnak minket egy magyar telefonszámra, hogy önnek egy levele érkezett, önnek egy csomagja érkezett, vagy éppen a bankban van egy elintézetlen hitelkérelm, akkor meg fogunk lepődni, mert ezek a személyes adatok összeállnak a háttérben, és egy több ezer pontból álló adatprofil jön rólunk létre, amit igenis elemeznek, és pénzért tudnak tenni, és sajnos rengeteg sérülékeny csoportot meg tudnak támadni, fiatalokat, időseket. Nagyon szépen köszönjük Turul, hogy itt volt velünk, sok hasznos információt elmondott.